Kezdődik az egyenes beszéd. Jó estét kívánunk, a stúdióban itt van már Novák Zoltán, a Méltányosság politikai központ elemzője, politika elemző központ elemzője, és Sarka Díj és Csaba az Alfahír főszerkesztője. Jó estét, szervusztok! Na hát röviden elmondom a nézőknek, hogy miről van szó. Ugye itt említettük már, és a 24.hu számolt be róla, meg mi is itt egész héten beszéltünk is erről, hogy Matolcsy György fizetése tulajdonképpen 5 millió forintról 6 millió forintra nő. Aztán közben kiderült, ezt is szintén a 24.hu hozta nyilvánosságra, hogy újabb állami vezetők is, ugye a jegybankelnök bérihez kötik a jogszabályok, ezáltal GVH elnöke, elnökhelyettesei főtitkára, versenytanács tagjai, közbeszerzési hatóság elnök és főtitkára, nemzeti média és hírközlő hatóság elnöke, elnökhelyettese főigazgatója, főigazgatóhelyettese, médiatanács tagjai és a felálló integritás hatóság elnöke és helyettesei, nem sorolom, tudnám még, fejenként 800 ezer forinttal keresnek majd többet, eddig 4 millió forintot kerestek. Ez mennyire üti ki szerintetek a biztosítékot az emberekbe, ha eljut ez az emberekhez, és egyáltalán miért kell most megemelni az ő fizetésüket ebben a helyzetben? Hát nem tudom, nekem hirtelen az jut eszembe, hogyha sokat szígyek a kis vasutat, akkor megépítjük Bicskéig. De amúgy érdekes, hogy miért pont Matolcsynak, és miért pont most kellett ezt a fizetését megemelni, hiszen azért azt tudjuk jól, hogy a forint gyengülése, vagy a forint elengedése azért az egy ilyen jegybank kormányvitát is előrehozott, szóval lehet, hogy egy kis kellemetlenséget is okozhat ez, hogy most Matolcsynak emiatt kell magyarázkodnia. A másik talán még az is lehet viszont egy jó üzenet Orbán Viktor, hogyha kitartotok mellettem még ebben a nagy-nagy bajban is, akkor azért számíthatok arra, hogy azért megdobjuk 800 ezer forinttal a fizetéseteket minimum. De hogy mi a konkrétok, azt nyilván Orbán Viktortól kell megtudni, de aki ugye most nem beszél semmit, mert a tűrtanácson van, és még a minisztereit se tudja leváltani. Vagy elfogadni a lemondásukat. Hát igen, tulajdonképpen a belső bizalomerősítés lehet itt az egyik indoka ennek a döntésnek. Tehát amikor nehéz idők jönnek, akkor nem árt, hogyha egyértelművé teszi a kormányoldal, hogy akik hűek, azok nem lesznek, nem maradnak honoráció nélkül. Tehát ez ilyen értelemben egy egyszerű logika, és én szerintem azt megmérték, hogy a lakosságban ez alapvetően milyen reakciókat vált ki. Gondolod, hogy ezt is mérték? Szerintem mindent megmérnek. Egy ilyen lépést is, minden. De akkor meg azért annál hát is furcsepek. Gondoljunk bele, hogy az infláció tényleg az egekben, az élelmiszerek elképesztő mértékben drágultak, a gázszámlákat kapják most már meg az emberek, a felmérések szerint a magyarok 61%-ának egy hónapra van körülbelül tartaléka, vagy annyira sem, tehát közben meg azt hallják, hogy az állami vezetők 800 ezeres fizetésemelést kapnak, úgyhogy amúgy is 4 millió, és hát azért Orbán Viktortól hangzott el az a mondat, nem most volt, de hát mégiscsak ő mondta, hogy az állami vezető 2 millió forint fölött nem kereshetnek. Akkora infláció biztos nem volt azóta, mióta ezt mondta. Nyilván az ő fizetését is megemelték, meg hát tudjuk azt is, hogy előtték ezeket a fizetéseket, amikor a tanárok demonstráltak, és ugye akkor is elmondták, hogy milyen sok lesz, ugye több mint 777 ezer forint lesz majd az átlagbér. Ami viszont még érdekesebb, hogy honnan tudtuk meg ezt a hírt, mert ugye ez még nem egy valós rendelet, hanem erről konzultálni hívják az embereket. Tehát most kitalálták, hogy annyira jogállamiság van az Orbán kormányban, hogy feltesznek a kormány.hu-ra ilyen tervezeteket, és akkor megadnak egy e-mail címet, és akár most is, vagy a kedves nézők, hogyha ennek a hírnek a hallatán kíváncsiak rá, felmennek a kormány.hu-ra, beírják az e-mail címbe, hogy nem szeretném, hogy Matolcsynak ennyi legyen a fizetés, és meglátjuk, hogy Orbán Viktor meghallgatja. Meg kinek jut ezt, na hát megnézem, hogy hát ha valamiben konzultálni akar a kormány. Sok minden mondottam, hogy tényleg, tehát olyan, mintha tényleg egy ilyen nyílt demokrácia lenne. Ez nem jut el az emberekhez. De most már azért tudják majd, tehát akik nézik ezt a műsort, tudják. Na mennyire csapódik ez le szerintetek? Van-e igazi következménye? Ugye te azt mondtad, hogy mérik, hát akkor hát azt is mondod. Én abból indulok, igen, hogy mindent mérnek. Tehát általában véve azt tudom mondani, hogy a legkisebb irányváltást is, az egyes paneleket is megmérik fókuszcsoportos vizsgálatokkal, tehát pontosan tudják, hogy az egyes társadalmi szegmensekben milyen reakció születik. Én azt gondolom, hogy ezt is megmérték, és az jött ki, hogy olyan nagyon nagy ribilliót nem fog ezt kiváltani. Ténykérdés, hogy ennek nagyon rossz az optikája, pláne a pedagógus bérek körüli húzavona miatt, tehát ez teljesen nyilvánvaló, hogy ez eléggé vállalhatatlan képet fest,
De ezzel együtt, ha az jött ki, hogy tulajdonképpen nem azt nem szavaz, akkor miért ne lépnék meg? Na, ha már mérés, akkor ugorjunk egy másik felmérésre. A Publikuszi egyébként a Népszava készítette ezt a mérést. 9%-kal csökkent azoknak az aránya, akiknek tetszik a kormány oroszbarát politikája. Az emberek 69%-a agresszornak tartja Oroszországot, 57% szerint Orbán Viktornak keményebben kellene elítélnie Oroszországot. Érdemes tudni, hogy februárban ez 64% volt, áprilisban 56, augusztusban 63 és most 69. Tehát azért van ebben egy mozgás. Ezekből az adatokból ti mit láttok? Változtat-e akkor az orosz barát politikáján a kormány? Már ezt nem ők mérték. Nem tudom, szerintem nem. Nekem erről egy anekdóta jut eszembe. Voltaire-t kérdezte meg a pap a halálos ágyán, hogy ugye feladta az utolsó kenetet, és megkérdezte, hogy megtagadja-e az ördögöt. És Voltaire erre azt mondta, hogy hát nem ez a legjobb pillanat, hogy ellenségeket szerezzek. Tehát valószínűleg Orbán Viktor is úgy ítéli meg, hogy nem ez a legjobb pillanat, hogy ő jobban elítélje, vagy az korábbinál, hogy mondjam, intenzívebben elítélje Putyin. Tehát azt kell látni, hogy azért az miért elmúlt... nem ez a legjobb pillanat egyébként? Hát most azért nem állnak túl jól az oroszok. Nem állnak túl jól az oroszok, de az, hogy kapunk-e gázt, és hogy hogyan kapjuk, és itt azért az elmúlt hetekben voltak erőteljes gesztusok az oroszok részéről, ami költségvetési szempontból hihetetlenül fontos volt az Orbán kormány számára. Tehát az, hogy ilyen csúsztatott kamatot fizetünk, vagy csúsztatott fizetés van a gázra, az hihetetlenül sokat segít a tekintetben. És azt kell látni a mozgásterét, illetően a jelenlegi mozgásterét, illetően a kormánynak, hogy tulajdonképpen soha nem látott mértékben szűkült be a mozgástere. Mind a két fronton. Tehát az oroszok felé is, mert hihetetlenül fontos, hogy érkezzen az orosz gáz, és az unió felé is, tehát erről már beszéltünk. Tehát az, hogy megbeszélünk is majd még mindjárt így. Tehát az igazság, hogy az elmúlt 12 évben az Orbán kormány minden egyes döntése tulajdonképpen abba az irányba mutatott, hogy növelje a mozgástért. Tehát ez volt a kormányra jutás pillanatában a legnagyobb kihívás. Arra gondolsz, számára, hogy keleti nyitás, tehát hogy ne csak az unió felé... Igen. Tehát ha csak az unió felé köteleződik el Orbán Viktor, akkor a mozgástere szabott gyakorlatilag. Tehát ott megvan méreténél, a Magyarország gazdaságának a méreténél fogva, elhelyezkedésénél fogva, az egy kötött pálya, tehát ott ki van jelölve a helye Magyarországnak, és azzal nem lehet növelni a mozgásteret. És hozzá kell tennem, hogy nem először került 2010-ben hatalomra Orbán Viktor, végigcsinált korábban 4 évet úgy, 2022-ben, hogy én most 10-ről beszélek, tehát az elmúlt 12 évről beszélek, akkor neki az már a második kormánya volt, és az első kormányzás gyakorlatilag úgy csinálta végig, hogy kényszerpályán mozgott végig. Tehát akkor annak idején, 98-ban pár hónap alatt azzal szembesült, hogy számos oknál fogva, neki nincs igazi mozgástere, tehát nem ő dönti el, hogy mi lesz ezzel az országgal, és úgy csinálta végig azt a 4 évet, pedig egy kedvező gazdasági helyzet volt akkor. Igen, egyébként 10-ben sem lett, mert nem engedte az unió, hogy elszálljon a hiány. 10-ben is úgy indult, hogy elég szűken indult, és az ellenzékben eltöltött 8 év, és a kormányon eltöltött 4 év, tulajdonképpen arra vitte a miniszterelnököt, arra az elhatározásra, hogy meg fogja növelni a saját mozgásterét, legalábbis mindenképpen arra fog törekedni, mert ugye az ellenzékben is azt látta, hogy hiában van kormányon a balliberális oldal, az is gyakorlatilag végig kényszerpályán mozgott 1000 oknál fogva, nem tehette meg azt, amit szeretett volna. Tehát itt Orbán arra jutott, hogy akkor van értelme a kormányzásnak, ha ő meg tudja növelni a saját mozgásterét, a kormány mozgásterét, most itt az ország mozgástere nem minden esetben esik ezzel egybe, de ez volt a legfőbb kihívás, és ezért sokat tett, és tulajdonképpen nem eredménytelenül. Mostanra viszont hihetetlenül beszűkült, csak befejezem akkor a gondolatot, és jussunk el a máig. Tehát mostanra mind a két fronton hihetetlenül beszűkült, igazából azt sem teheti meg, hogy egy észrevehető távolodást tesz ma Putyintól, és azt sem teheti meg, hogy az uniónak az unió elvárásainak nem teszed. Az is kérdés, de azt nem tőled kérdezem, de hát reagálhatsz is egyébként, hogy aztán akkor mit tud tenni.
hogy akkor, ha ennyire szűk a mozgástér, akkor mi lesz ennek a vége egyébként, de Csaba, reagálhatsz a kutatásra is, tehát egyrészt mitől változhat ez az emberekben egyébként, mi ennek az oka, mert a kormányzati kommunikáció azért biztos de nem. Abban igazuk van, meg amit hallottunk, az egyértelműen ezért épült ki a NER, tehát egy rendszer épült ki, nem simán kormányváltás lett, ugye 2010-ben, de ami a mérések kapcsolatban, hogy a fideszeseknek a 60%-a így vagy úgy szorong a háború miatt, tehát ez is azt jelenti, hogyha tényleg mérnek valamit, akkor nekik olyan válaszokat kell adni, ami enyhíti ezt a szorongást, és amúgy a magyar lakosságnak is, a teljes lakosságnak is az 50%-a szorong a háborútól, tehát nyilván, hogyha... Nem biztos, mert kormány oldalon lehet ez a szorongás hasznos szorongás. Akár, viszont hogyha meg ezt szeretnék, hogy fenntartsák, hogy legyen egy olyan, hogy egy vezért szeretne a többség, akkor meg megint egy olyan erős politikai hatalmat, vagy egy erős politikai szerepnek a képét kell feltartania, amiben megbíznak majd akkor is, hogyha nagy viharok jönnek. És egyébként nagyon érdekes, hogy mennyire működik a fideszes propaganda, és mennyire tudták irányítani, mert ebből a publikus mérésből kiderül, hogy amúgy áprilisban volt a legerősebb az az érzet, hogy a Orbánnak az orosz barát politikája az jó volt a háború előtt. Tehát még februárban is, amikor kitört a háború, és amikor zajlott a kampány, akkor sokkal kevésbé mondták azt az emberek, hogy jó volt az orosz barát politikája a kormánynak, míg áprilisban ezt annyira sikerült befordítani, hogy azt mondta a többség, több mint 60%, hogy ez jó volt ez az irány. Maradjunk még a külpolitikánál és Németországnál. Egyrészt tegnap a parlament elfogadott egy határozati javaslatot, miszerint felszólítják a német kormányt arra, mármint a német parlament, hogy ne engedje az uniós pénzeket kifizetni Magyarországnak, hogyha nem teljesítik a gyakorlatban is azokat, amiket megígértek, és hát Scholzot felszólították, hogy vétózzon, ha ez így lesz, ez az egyik. Aztán a német külügyminiszter hát tulajdonképpen kétszer is beleszállt a magyar kormányba. Először is azt mondta, hogy most már aztán ratifikálják a svéd és a finn NATO csatlakozást. Ugye ezt a 30 NATO tagország közül 2 ország nem tette eddig meg, Törökország és Magyarország. Másrészt pedig, hogy ne zsaroljon a közös uniós hitelfelvétellel kapcsolatban, ezt is a német külügyminiszter mondta. Erre a beszűkülésre gondolsz, de hát itt valamit azért csak lépni kell előbb-utóbb, tehát ezért kérdeztem, hogy akkor merre, hol, illetve egyetem miért nem ratifikálja ezt a kormány? Tehát igen, tehát a beszűkülés alatt erre gondoltam, és hogyha megnézzük a kormány testtartását a tekintetben, ahogy az unióval kapcsolatban kommunikálnak a miniszterek akár, de akár Orbán Viktor is, akkor ebben azért van egy nagy fordulat. Tehát itt egyértelmű, hogy az a készségszint, ami korábban volt és most van, az ég és föld, és ez jelzi azt, hogy igen, beszűkült a mozgástér, ezeket a pénzeket, ezeket haza kell hozni, és ezért most bármire hajlandó, idézőjelbe téve bármire hajlandó. A bonyolultságát az egésznek az adja, hogy az unió sem pontosan tudja, hogy lehet pár hónap alatt kikorrigálni egy 10 éve épített rendszert, és gyakorlatilag, ha elolvassuk részletesen ezt a német... Szírozott rendszert, igen. Igen, a német határozatot, akkor tulajdonképpen ez van benne, hogy ők egy picit szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy itt egy 10 éves folyamatot egyik pillanatra a másikra meg lehet fordítani, és ki lehet korrigálni. És hát ezzel kapcsolatban adtak hangot annak, hogy ezt a szkepszist, ha nem sikerül teljesen elhesegetni, akkor nyugodtan szavazzon nemmel. Ezzel együtt azért ez egy játszma, amelyben az egy sok szereplős játszma, és a német szereplő csak az egyiket tekintetben. Látszik, hogy a bizottság felé most egy bizalomépítés van, egy teljes a készségességnek a felmutatása, és itt gyakorlatilag picit túl is teljesítettük az elvárásokat. Más oldalról viszont politikai szintéren, nemzeti politikusok szinterén, viszont azért van egy túltelítettség az Orbáni politikával kapcsolatban. Egy mondaton maradt, Csaba, muszáj befejeznem. Hát én csak nem tudom, az egyszerű Jürgennek tudom az helyét beképzelni magam, aki reggel felkel és rájön az autóját, egy hibrid diktatúrába gyártották le. Biztos nem lehet egyszerű tükörbe nézni. Köszönöm, hogy jöttetek.